A fő állomásunk természetesen az a piac, illetőleg a vásárcsarnok lesz, kívánok vásárokra is. Igyekeztem számos képpel képet hozni. Zalaegerszeget egyébként úgy is ismerik, mint a Böcsei tájegységnek a kapuja, és akkor itt egy plébánián egy pillanatra megállnánk, hoztam önöknek nagyon szép képeket, ugyanis az 1930-es évek elején egy neves fotóművész, vagy egy neves fotós, Serényi Árpádnak hívták a Bőri ember, bejárt a Göcsejt, és készített színes diapot. Színes felvételeket láthatnak könnyed, és van itt a mai sétánkban. Göcseről annyit szeretném. Látják is, hogy milyen szép a mostani épület. 1894-ben adták át egyébként a közönségnek, és hát ő fontos tudni, hogy 1894-ben kivételével minden nap várja a látogatókat. Azért is különleges egyébként, itt majd hamarosan meglátják itt a bort. És akkor ezután a tisztát. Az én generáció már annyira nem biztos, hogy tudja a rétes nyújtásnak a fortéjait, de én is még emlékszem a családba, amikor készültek a rétesek, illetve a saját esküvőmnek is a menüsorát most így végighallgattam. Mi most meggyes és túrós rétessel készültünk. Kattintottalak karácsonyfejű képet. Nézzétek itt a régi Göcserről néhány kép. Közben mutatnám önöknek, hogy milyen volt. Ami falatkoznak is megjelenik, akkor egy kicsit megjelenik.